A minap ismerté vált, hogy újra történelmi csúcsot ért el az államadósság. A friss adatok szerint mintegy 22 ezer milliárd forint jelenleg a központi költségvetés bruttó adóssága. Világos tehát, hogy az Orbán kormány ezen a téren is elbukta a szabadságharcot. Most ezek a mutatók riasztóbbak, mint kormányváltás idején voltak. Sőt, sokkal rosszabbak. A kormányváltás idején ez a szám mintegy 2000 milliárd forinttal kevesebb volt. Három év kormányzása után mintegy 2000 milliárd forinttal növelte az Orbán kormány az ország államadósságát. Ez egy riasztó szám. Ráadásul ezt az adatot úgy sikerült produkálni, hogy három év után kétharmados kormányzással sikerült mintegy 3 millió ember közel 3000 milliárd forintnyi nyugdíj megtakarításait elvenni és elkölteni. Cserébe ezek az emberek, mint az ország többsége, rosszabbul járt az elmúlt három évben. Cserébe ugyanis nem javultak a gazdaság kilátásai, hanem romlottak. Jelenleg az ország gazdasági növekedése még mindig recesszióban van, az ország 80%-a pedig a Fidesz adó- és társadalompolitikájának köszönhetően rosszabbul él, mint három éve. Feltetnénk a kérdést, hogy mit csinál eközben a miniszterelnök. Nos, hazudik. Most éppen a The Wall Street Journal nevű újságnak egy hosszú interjút adott, és ebben tételesen több hazugságot is elkövetett. Az adóssággal kapcsolatos hazugságáról már az előbb mondtam néhány mondatot. A miniszterelnök szerint csökken az államadósság, miközben a hivatalos adatok ennek pont az ellenkezőjét mutatják ki. A miniszterelnök másik súlyos hazugsága az volt, hogy csökken a munkanélküliség és nő a foglalkoztatottság. Ezzel szemben az az igazság, hogy a munkanélküliség ugyanolyan magas, mint kormányváltás idején volt, a versenyszférában pedig csökken a foglalkoztatottság. A harmadik nagy hazugsága ennek az interjúnak az volt, hogy az adófizetők száma jelenleg több, mint kormányváltás idején volt. A miniszterelnök azt hazudta, hogy mikor hivatalba lépett, 1,8 millió ember fizetett adót Magyarországon, és ezt a számot sikerült kormányzásával 4 millióra feltornáznia. Ez talán az interjú legnagyobb hazugsága. Elég megnézni a KSH adatait, elég megnézni a NAV hivatalos statisztikáit. Ebből látható, hogy kormányváltás idején 3,5 millióan adóztak az országban, a 2011-es hivatalos adatok szerint ezután pedig nem növekedés, hanem csökkenés következett be. 3,3 millió ember, 200 ezerrel kevesebb adózott 2011-ben, mint a kormányváltás évében. Más adatokból tudjuk, hogy ennek mi az oka. Egyrészt a hivatalos cégadatok világosan mutatják, hogy folyamatosan dőlnek be a cégek, egyre újabb és újabb rekordokat döntögetünk sajnos a megszűnt cégek számát tekintve. A hivatalos statisztikák pedig több százezer munkavállaló kivándorlásáról szólnak, és minden statisztika jelzi, hogy ez a folyamat nem lassul, hanem gyorsul Orbán Viktor kormányzása óta. Ezek az emberek, ezek a cégek hiányoznak itthonról. Összegezve tehát el lehet mondani, hogy három év kétharmados kormányzása után kizárólag a felső 10 000 és Orbán Viktor hűbéresei jártak jól az országban, mindenki más ennek a kormányzásnak a következtében rosszul járt.